A szénhidrát nem csak hízlal, de akár gyermekkori hiperaktivitást is okozhat, ezért ajánlott a gyermekeknek alacsonyabb szénhidrát tartalmú ételeket enniük. Például ezt a kenyeret, amelyet a Nyíregyházi Egyetemen fejlesztette ki a Start Nonprofit Kft. Támogatásával, a Lenmag liszt alacsony szénhidrát és zsírtartalma miatt, különösen a cukorbetegeknek, magas fehérje tartalma miatt a vegetáriánusoknak is ajánlott ez a kenyér, amely a diétázóknak is nagy segítséget jelenthet. Egy normál kenyér 60-70% szénhidrátot tartalmaz. A fejlesztő munka során törekedtünk arra, hogy cukorbetegeknek, illetve más jellegű diétában lehessen ezt a kenyeret alkalmazni, illetve fogyasztani. Ezért a lehető legkisebb szénhidrát tartalomig lementünk, hogy még élvezhető, formázható kenyérhez jussunk. 10% a szénhidráttartalom, azt egy független intézet vizsgálta be, tehát nem csak mi, hanem ezt egy akkreditált laboratórium mérte ezt az értéket. Ez a vizsgálat hivatalos eredménye, ezen is jelzik, mindössze 10%-os a kenyérszénhidrát tartalma. A nyíregyházi cég és az egyetem közös céljait, kutatásfejlesztését hivatalosították, együttműködési megállapodást írt alá a társaság vezérigazgatója és az intézmény rektora, ennek értelmében elsősorban egészségmegőrző élelmiszerek fejlesztésében dolgoznak majd tovább, szintén közösen. Mi speciális munkavállalói réteget dolgozunk, és nagyon sok mindenben segítséget kell nyújtani, többek között a táplálkozásban is. A táplálkozásban nem csak annak a rétegnek, aki már munkában áll, hanem ez elkezdődik fiatalkortól, gyerekkortól, és azok a kutatók, akik megkerestek minket, a táplálkozástudomány szakemberei, azoknak nyújtottunk mi a saját egységeinkben, műhelyeinkben, a szakdolgozókkal segítséget abban, hogy most be tudjunk mutatni a táplálkozás tudomány fejlesztésének azt az első állomását, ami most jogosítványt ad arra, hogy a tudószakemberekkel fejlesszük ezt tovább. Az éhségérzetet csökkentő, magas magnézium tartalmú kenyér júniustól lesz elérhető.